Sziasztok fiúk, lányok, Csonti vagyok, ez pedig a Rust, és mivel elég sok időt töltöttünk el a múlt héten a játékkal, arra gondoltam, hogy csinálok egy videót, ahol kicsit mesélek az élményről, hogy mégis milyen volt ez az egy hét, és azt kell, hogy mondjam, hogy visszajött nagyjából a régi feeling. Ez részben köszönhető annak, hogy a játék most már tényleg tartalmazza azokat az alapmechanikákat és ö, funkciókat, amik ezt az élvezhetőséget lehetővé teszik. Ugyanakkor szerintem nagyban köszönhető az egész a többi játékosnak, elsősorban az oroszoknak, akik, hát, mint valami pestises métej ott vannak minden szerveren, és tökéletesen képesek a többi játékosnak a játékát tönkrevágni. De mégis valahogy ez, bár dühítő, és tényleg, ideg bajt kap akkor az ember, de mégis arra motiválja az embert, hogy utána új erővel terővel és akkor na jó, akkor máshol húzok fel egy bázist, vagy már van egy bázis, visszajövök érted, és meggyalázom a testedet valamilyen úton módon. Úgyhogy tényleg van egy ilyen hangulat már megint a játékban. Na, itt van a házikunk, és hát már sikerült egy elég szép villát, úgymond, hogy egy többszintes épületet felhúzunk, ráadásul kőfalakkal, úgyhogy nem is lesz egyszerű áttörni. Úgyhogy arra gondoltam a következő néhány percben, kicsit elmondom, hogy mire jöttünk rá egy az elmúlt egy hét alatt, hát nagyjából egy olyan 10-15 órát toltunk bele a játékba az elmúlt héten. Ebből az első másfél-két óra az abból telt, hogy megtaláljuk egymást a térképen, a következő 4 öt óra abból telt, hogy nagyjából kiismerjük a térképet, hogy úgy nagyjából helyel közel mi merre meddig, és ezt követően építkezés, aztán lerombolták. Aztán megint építkeztünk, aztán megint lerombolták. Közben rájöttünk, hogy mit rontottunk el az előző építkezés alkalmával, és akkor újra Úgyhogy így telt ez az elmúlt egy hetünk, de most végre eljutottunk arra a pontra, hogy itt van egy csodálatosan nagy szép házikong, ami többé-kevésbé bevehetetlen a jelen pillanatban, és Hát ennyi, most kezdhetjük el úgymond játszani is a játékot, tehát most már mi leszünk az agresszorok a többi játékossal szemben, és osztani fogjuk őket, ha minden igaz. Jó, szerintem nem, nem is viszek ki fát. Jó, akkor szerintem egy kis házi túra, és akkor megmutatnám, hogy mi, merre, meddig, és mi, miért, hogyan működik, és miért úgy van elhelyezve, ahogy. Na, amint látjátok, itt van egy hálózsák az emeletem, illetve itt tarszik fec, itt van egy mécser, vagy egy, mi ez már, egy ö, lámpás, ami egyrészt azért már hangulatvilágítást ad nagyon jó. Továbbá, ha ki vagyunk logolva, akkor még mindig világítani fog, és ez azért jó, mert a többi játékos, aki erre jár, azt hiszi, hogy itt éppen most laknak. Tehát, hogy nincsenek kilogolva, hanem itt vannak a játékosok. És nem tudja, hogy most itt ki vannak logolva, vagy csak nyitva hagyták a lámpát, vagy tényleg itt ólálkodnak a közelben, úgyhogy valószínűleg nem fognak egy, egy hamar ostromot indítani. Ez persze az oroszokat még nem rettenti el attól, hogy gyökérkedjenek, de ez már más kérdés. Úgyhogy ez a lámpának a célja. Ebbe a ládába raktuk a holmikat, és akkor itt lejjebb megyek egy emeletet. Itt is van egy-két ilyen kis ablakocska, hogy ki tudjunk látni. Lépcsőház és kódzáros a zár. Na most ezt így megmutatom, tehát úgy néz ki a dolog, hogy megadjuk, tehát ha rárakjuk ezt a kódzárat az ajtóra, akkor itt megadhatunk neki egy vadonatúj számkódot, vagy pedig ugye bezárhatjuk. Na most legelőször mindenképp egy számkódot kell megadnunk, és hogyha azt valaki beüti, onnantól kezdve használhatja az ajtót. Ha így átváltom zöldre, akkor viszont bárki nyitogathatja szabadon az ajtónkat. Ha viszont pirosra váltom, akkor megint csak azok, akik már egyszer beütötték a kódot, de ezt a kódot is bármikor le tudom resetálni, és akkor újat adni neki. Ö, oda kell rá figyelni, hogy ne akkor üssenek le minket, amikor épp ráraktuk, és nem adtunk még kódot, vagy épp leszettük a kódot, mert akkor volt ajtónk, nincs ajtónk, és más embernek lett rajta egy kódolt zára. Jó, itt van a csodálatos kemencénk, és ami a lényeg, hogy az egész ház az gyakorlatilag attól lesz a miénk, mert van benne egy szerszámos sufni. És ahhoz minden lakónak a házban úgymond engedélyeztetni kell magát, itt is két hálózsák, ilyen zsilip technikával építkezünk, tehát ha bejövünk egy szobába, onnan még nem lehet tovább menni, anélkül, hogy egy újabb ajtón át ne haladnának, így tehát nem fogják tudni kifosztani a házat, sem a hálózsákjainkat szétverni. Úgyhogy mi mindig itt újra élethetünk és itt vannak a lútos mi, mi ezek már ládikák, úgyhogy itt tároljuk az értékeket. Na, és ezt a szerszámos sufnit, hogyha engedélyeztette magát valaki, tud építkezni. Ha nem engedélyeztette magát valaki, akkor ott látjátok a jobb-alsó sorokban, nem building allow, tehát engedélyezett az építés, hanem az lesz, hogy unable to build, tehát, hogy nem építkezhet az adott illető. Nagyjából egy olyan 50 méteres körzetben a háztól. És ezt olyannyira próbáljuk komolyan venni, látjátok, building block hogy ilyen kis egyszer-egyes bódékat építünk, amiben ugyanúgy belerakunk egy ilyen kis szerszámos sufnit, és ezeket így lezárjuk. És akkor itt 50 méteres körzetben, még pluszba nem fog tudni senki se építkezni. Most ezt azért nem tudom én használni, mert ezt FETS építette, és még nem engedélyezte nekem, vagy hát nem csináltuk meg, hogy én is építkezhessek köré, de látjátok, ilyen kis bódékkal vettük körbe a házat, és akkor így jó messzire el tudjuk az többi embert ö, téríteni attól, hogy itt bárki bármit építkezhessen. Ráadásul a házak úgy vannak most jelenleg megcsinálva, jó, hát ezzel a baltával valami eszméletlen módon lehet aprítani a fát, jó, csinálok egy ilyen láncsát, hogyha ide megyek a ház falához, akkor látjátok, van egy stabilitás, az valahány százalék. Ez azt jelzi, hogy ahogy építkeztünk, az mennyire teszi stabilá a struktúrát. Ez nem tudom még, hogy mit befolyásol, de ha mondjuk ide kihúznék a levegőbe egy blokkot, tehát itt, itt lenne a fejem felett, annak már jóval kisebb lenne a stabilitása, mint egy ilyen szépen beépített cölöpökkel és alappal alátámasztott épület szegmensnek. Látjátok, ez meg egyből 100 százalék. És mellette található az, az 1000 per 1000, 2500 per 2500, és stb. stb. 10.000 per 10.000, az például az alapja a háznak. Ez pedig konkrétan a hp a -ja. Na már most, ha elkezdem én ezt ütögetni, akkor látjátok, ilyen nagyon kicsit, mintha csökkenne, csak közben ezek az épületrészek folyamatosan gyógyulnak, ráadásul nem is lassan. Úgyhogy ha még fából van egy ajtó, azt nagyjából egy olyan 5-3 percnyi üt, folyamatos ütögetéssel, ráadásul egy ilyen baltával kell ütni, akkor le lehet bontani egy kőajtót már esélytelen. Azt nem tudom, hogy van egy C4 jelenleg a játékban, én még nem találkoztam vele, de talán... Items... lehet, itt, itt az összes ilyen cuccot meg tudjuk nézni. Tomson, Revolver, ahogy nincs, ah, látom, nincsen még C4 a játékban, de lehet, hogy csak az én figyelmemet került el, de a fegyverek közt biztos nem találjuk. Szóval csak ezzel lehetne ezt áttörni, de jelenleg, mivel nincs C4 a játékban, ezért lehetetlenség betörni hozzánk. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy ahhoz a Sufnihoz ne férjen hozzá más játékos, és ezt úgy oldjuk meg, hogy így a ház szívébe konkrétan befalazzuk azt a sufnit. Na, elkészült a lánczsám. Itt tehát mi bármikor lebonthatjuk a falakat ezzel a kis eszközzel. Itt egyébként akkor ezt már megmutatom, ha itt vagyok. Tehát így ide megyünk, és így látjátok, így ki is jelöli, ha elő van a kalapács a kezünkben, és jobb klikket kell nyomni, nem ütögetni, és akkor itt látjátok, tehát lebonthatjuk meg is forgathatjuk a falat, hogy a kív hogy, tehát így forgathatjuk a tárgyakat, amiket lehelyeztünk. Ez például építkezés szempontból nagyon előnyös, és fel is upgrade-elhetjük, tehát fejleszthetjük az adott dolgokat. Így például a fa falból csináltunk kőfalat, ha, meg, ha van nálunk kellő nyersanyag, tehát kő meg fa kell még hozzá, nem is kevés. És aztán ezt még valószínűleg majd később tovább lehet fejleszteni, majd fém fallá. Hogy egy az egyben megkapjuk majd a korábbi verziónak az épület struktúráit. Na, úgyhogy így telt így az elmúlt egy hét, végül is sikerült egy ilyen gyönyörű kis házat felhúznunk, és úgy nagyjából már ki tudunk igazodni a terepen, hogy mi merre meddig. Tehát tényleg nagyon sok para volt. Tehát a legelején az volt az izgalmas, hogy megtaláljuk egymást aztán utána megtaláltuk egymást, építettünk egy kis házikót, de nem tudtunk rá zárat tenni, mert úgyis a zárhoz már kell fém, és a fémet meg kell munkálni hozzá legelőször, és hát ahhoz meg kell egy kemence. A kemencéhez pedig kell mindenféle más eszköz, amiket meg hát, körülményes azért beszerezni, és ez alatt az idő alatt bárki odajön, és kisajátíthatja a házat, minket leöl, a házat kifosztja, és kezdhetünk mindent előről. Tehát ez már benne van a játékban, na itt van egy ilyen nagy, szerintem olajos tartály, és itt vannak a lútos hordók, na ebben mi van, egy nyíl, hát azzal nem sokra megyek. Aztán utána csináltunk egy új házat, miután megtaláltuk egymást, arra már tudtunk egy zárat is szerezni, de hát az oroszok megtaláltak minket sajnos, és euh, tehát olyan agresszívak, hogy nem érdekli őket, mi van, kinyit ott várnak az ajtód előtt, akár több tíz percig, aztán mire kijössz, ők gyorsan berohannak, legyaknak valahogy, nem tudom, hogy csinálják, és utána, na, szegény szarvast egy apa, na igen, az állatok, azzal még vannak problémák, és, és utána kisajátítják a házadat, mert ugye ők is engedélyeztetik magukat a sufmihoz, és hiába kelsz fel akár ott rögtön helyben, de valahogy olyan ügyesek, hogy leölnek állandóan, és nagyon kemény harcok vannak de eddig mindig mi húztuk a rövidebbet, aztán most végre találtunk egy helyet, ami kvázi nyugodtabb, és itt sikerült egy házat felhúznunk, de szám szerint ez már a sokadik ilyen házikonk, úgyhogy már jó sok próbálkozás és ilyen próbaszerencse tanulás áll mögöttünk, de hát, hogy is mondjam, a nehezebb utat választottuk abban, hogy ki ismerjük a játékot. Hoppá! Ennél egy fegyver van, Jézusom! Ö, és igen, kidobott a játék. Hát ez egy kellemetlen mellékhatás, valószínűleg most elvesztem minden holmimat, mert az az ember kell leüt. Na se baj, menjünk tovább. Most megpróbálom újra tölteni a játékot. Na, és akkor így pár szót magáról a játéknak az optimalizáltságáról, illetve így magáról, hogy milyen így a játék működése. Ha a legszebb grafikai beállításokat alkalmazom, engem olyan 15-20 percenként így ledob random, és akkor hogyha csúcsidőben játszunk, így este felé, akkor nehezebb visszamenni, mert tele vannak a szerverek sajnos. Úgyhogy ez... Ó, és le is ütött az a arc, Na, de nem baj, mert itt éledek újra a kis hálótatyomban. Természetesen pont akkor jár erre egy random emberke, amikor én kifagyok. Ez jellemző. Na de mindegy, majd megpróbálom ide becsalni. Hát ha sikerül. E, igen, ez, ez már régen is működött, hogy csapdát állítunk az embereknek, becsaljuk őket a házunkba, és utána rájuk zárjuk az ajtót, ők nem tudnak kimenni, mi viszont szépen megvárjuk, amíg ott megpurcannak, vagy kilogolnak, vagy bármi. Úgyhogy ez egy továbbra is működőképes stratégia a játékban. Ó, hogy a fenevinnél el. elvitte a kis baltámat, egyedül azt sajnálom a kis baltát sajnos még nem tudjuk legyártani, és ez egy nagyon jó cucc. Na, de hát látjátok, tehát erről szól ez a játék, úgyhogy ha nem vagytok rá készek, hogy akár elveszítitek mindeneteket, akkor bizony ezen ne játszatok egy pillanatot sem, mert csak erről szól ez a játék, hogy így lopni, csalni és kihasználni másokat. Amit még így hozzátennék így a szerverekkel kapcsolatosan, hogy relatíve többször volt a héten szerver reset, ami azt jelenti, hogy minden egyes felhúzott épületet, illetve az inventoringból is mindent így kinulláznak. Az egyetlen dolog, ami megmarad, az a megszerzett tudás, tehát a különféle megtanult receptek. Úgyhogy azt szerencsére nem veszítjük el. Egyébként meg azt is lehetne előről kezdeni. De hát mondom, aki ezzel a játékkal akar játszani, vagy azért, mert most ezt a videót látja és megjön hozzá a kedve, vagy már régebben is játszott vele és most szeretné kipróbálni újra, az készüljön fel arra, hogy bármit csinál a játékban, azt fogja fel úgy, mintha semmit nem csinált volna. Tehát egy ilyen kis kaland, aminek nincsen semmi következménye, tehát nincsen permanens eredménye, mert bármikor mondom, lehet, hogy már a mai nap le fogják reszetelni a szerveket, és az a csodálatos kis palotánk az rögtön semmivé válik. De az is lehet, hogy jönnek az oroszok, és találnak rá valami módot, hogy felnyomják a házikunkat. Úgyhogy meg annyi lehetősége van az embernek arra, hogy a hosszas munkája, gyümölcsét egy pillanat alatt veszítse el a játékban. De valahogy mégis ez megadja a játéknak a varázsát, legalábbis nálunk. Aztán mondom, más lehet, hogy egy ilyen eset után, vagy max. kettő után így törli a játékot, és átfejeli a monitorát, mert nem bírja elviselni. Tehát igen, ez benne van. Ó, egy zöld póló. Na, legalább egy póló lesz rajtam. Ezt azt hiszem tudom is csinálni. A recepteket egyébként tudjuk használni, és magunkon ez egyébként egy nagyon érdekes dolog. Szerintem ez is csak hiba egyelőre a Matrixban. Majd lehet egyébként, hogy később csinálok egy ilyen kis tutoriált az építkezésről külön, mert az is egy jó, jó buli. De mondom, most ez a, ez a Rust, Ennyit tartalmaz, és szerintem már így hozza a régi feelinget. Úgyhogy azok számára, akik már szívesen visszatérnének hozzá, vagy kipróbálnák, vagy gondolkoztak rajta, hogy visszatérnek, azoknak már tudom ajánlani, hogy érdemes kipróbálni. Az építés az kicsit megváltozott, de szerintem előnyére sokkal jobb így az építkezés szerény véleményem szerint, és felhasználóbarátabb, sokkal több lehetőséget enged meg a játékosoknak. Na jó van, én szerintem visszamegyek a házikomba. Hát sajnos ez a videó egy baltánkba került, de semmi gond, mert tudok csinálni nagyon könnyedén egy sokkal durvább baltát is, egy ilyen fémbaltát. Na és látjátok? Ilyen szépen világít távolról nézve a ház. És akkor folyamatosan azt az érzetet kelti, hogy itt bizony most vannak. Amire még így tudnék tanácsot adni azok az állatok. Tehát ezt így az előbb mondani is akartam. Tehát az állatokkal lesz a legtöbb gondunk még a többi játékoson túl, ugyanis egyrészt nagyon kevés van bennük, és a kezdeti építkezéshez elengedhetetlen, hogy kellő mennyiségű állati zsiradékra és szörmére tegyünk szert, amiből a kemencét felhúzhatjuk, illetve a hálózsákunkat is. A másik egy problémám, hogy ez a kevés állat is nagyon körülményesen vadászható le. Tehát látjátok, a szarvas sebességre kapcsolt, és elhúzott a fenébe. Ez nem tudom, hogy szerverlag programozási hiba, vagy szerverlaggal kombinált programozási hiba, minden esetre az állatokat nagyon óvatosan kell becserkészni, és utána hát leginkább láncsával két döféssel leteríteni. Hál' Istennek két döféssel az összes állat elintézhető. Talán a medvébe kell három vagy négy, de az meg nagyon ritka. Tehát általában a szarvasokkal, meg disznókkal szokott találkozni az ember. A csirke az, az nagyon sok van, de annak semmi haszna. Na jól van, hát ennyit gondoltam csak, remélem azért így tudtam nektek segíteni, így a Rust tájékán, hogy mi újság, meg ilyen kis helyzet jelentés. Aztán lehet, hogy most már egy picivel több rasztos videó lesz megint a csatornám. Én köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Addig is legyetek jók, sziasztok!